Frész Ferenc a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A mai adat az, hogy 5500 iszlám állam párti Twitter fiókot lőttek le, tehát törtek fel, semmisítettek meg az internetes hadművelet keretein belül, és hogy többféle haszonnal is járhat ennek a hadműveletnek az eredményessége. Milyen haszonnal? Mit lehet még, milyen kárt lehet ezzel okozni? Három különböző szinten kell elképzelni ezt a, ha tetszik, hadműveletet. Az első szint az, amikor az iszlám állam felé lojális, illetőleg az ő marketingüket, illetve tartalmaikat megosztó felületeket, illetve Twitter fiók tulajdonosokat próbálják meg beazonosítani azok az ez ellen fellépők. Nevezzük őket anonimus csoportnak ebben az esetben. De bocsánat, a személyek beazonosítása az már sokkal inkább a hatóság dolga lenne. Hát, tehát a hacker az úgy tud kárt okozni, és jelen esetben hasznot, hogy a csatornákat tönkre teszi. Na, de az, hogy ez most... Ebben az esetben nem a csatornákat teszik tönkre elsősorban, hanem megpróbálják beazonosítani azokat az entitásokat, akik az online térben, a kibertérben próbálnak az ISIS mellett tartalmakat megosztani, az ő toborzásukban segíteni, szimpatizálni. De erre a hatóságok is képesek. Ugyanazokkal a módszerekkel természetesen. Hát akkor viszont lehet, hogy akadályozzák a hatóság munkáját. Ez már a második rétege ennek a műveletnek, vagy módszernek, és ez már önmagában is egy nagyon érdekes felület, ami arról szól, hogy ha már az Anonymous hirdet meg egy ilyen átfogó támadást az ISIS ellen, akkor egy nagyon érdekes állapot az, ami kialakul. Az Anonymous egy olyan csoport, ahol a tagok nem ismertek. Nyilván az eredendően 2003-tól ez volt a cél, hogy anonimizáltan lehessen bármilyen tevékenységet, akár hacktivizm, akár más jellegű tevékenységet folytatni. Az ISIS szintén egy ilyen csapat, rejtett, elfedett tagokkal rendelkező, meg nem nevezett tagokkal rendelkező csoportosulás, és innentől kezdve nagyon érdekesen alakulhat ez a mostani helyzet a tekintetben, hogy bárki beépülhet az egyik oldalról a másikra. Tehát valójában az Anonymous tagok nem fogják tudni, hogy ISIS tagok épültek be egy anonimizált csapatba vagy csoportba, ugyanígy a másik oldalról sem nagyon lehet ezt felfedni, vagy meggyőződni erről, és a hatóságoknak innentől kezdve sokkal nagyobb felelősségük és sokkal nagyobb problémáik lesznek azzal, hogy azonosítsák az elkövetőket. Azt ugye tudjuk, hogy ebben a világban a legbiztonságosabb az pont az ilyen online kapcsolatteremtés a terroristák számára. Nem kell térben, időben találkozni, kávézóba, újság mögé bújni, meg nem tudom mi, ahogy bárki láthat és lehallgathat. Tehát itt akár rejtjeles üzenetekkel, Twitter, Facebook, de e-mailben is. A hackerek azok akár postafiókokat is feltörnek, hogyha gyanús a személy, és akkor azt is megsemmisítik, vagy az alapján azonosítanak? Változatos a terep ebben a kérdésben, és ez a harmadik lejjele, a harmadik szintje ennek az egész műveletnek, hogyha képesek azok a támadók a bármelyik oldalról beazonosítani azokat az infrastruktúrákat, azokat a szolgáltatásokat, azokat az internetes vagy informatikai, ha tetszik, rendszereket. Xbox? Akár a játékra alkalmas eszközökben kifejlesztett kommunikációs platformokat, és ezeknek az internetes elérhetőségét, hogyha ezek a rendszerek elérhetőek a világhálón, akkor innentől kezdve fizikai targetet is jelenthetnek a műveletekben. Mennyire lehet ez hatásos? Ennek... A terrorizmus és az ISIS egészét nézve, tehát hogy az, hogy most naponta 5000-et vagy 2000-et, most nem így gondoltam. Az a helyzet, hogy az elsődleges hatás az, hogy eltüntetnek bizonyos tartalmakat, nagy takarítanak ebben a tartalomban. Tehát a tartalomban. Toborzó erőt így lehet
nyilván csorbítani. Ideig óráig, mert ha egyet eltüntetnek, egy olyan oldalt eltüntetnek, egy olyan Twitter-fiókot eltüntetnek, ami most éppen aktív. Lesz ez a játék kielőzi-e a másikat? Persze, hát valójában ez a fajta szolgáltatás tömeg, ami ma az interneten elérhető, és ami arra épít, hogy az emberek egymással kommunikáljanak, az valójában abból él, hogy az emberek egymással kommunikálnak, és az emberek megosztanak információt egymással. Tehát ezt nem lehet így megállítani ezzel a tevékenységgel. Viszont egy másodlagos hatása lehet, ami sokkal-sokkal komolyabb, hogyha azok a rendszerek, amik viszont adott országban azonosított ellenfelek számára már fájnak, gondolok itt a banki rendszerekre, gondolok itt az egyéb olyan kritikus infrastruktúra elemekre, amiket ha megtámadnak, akkor másodlagos hatásként egy sokkal nagyobb sikert tudnak elérni az ellenfelek. Ebben a kérdésben komoly károkat tudnak okozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.